az életünk. Mondd a varázsigét, Ferenc vagyok, abrakadabra. Sziasztok, kedves gyerekek! Most egy olyan mutatványt hoztam nektek, ami egy világszám. Világon egyedülálló módon 400 dolgot fogok egyszerre, egy pillanat alatt eltüntetni. És ez a 400 dolog nem más, mint 400 darab kristálycukor. Biztos apa, anya is mindig kávézik. Na most a cukor azért elég egészségtelen, ezért találtam ki, hogy mi lenne, hogyha én a kristálycukrot tüntetném el. Na figyeljetek, beszórom a bal kezembe ezt a kristálycukrot. Ezeket a kristálycukrokat szépen-szépen elszórjuk, csak ki ne szóródjon, azaz teljesen üres már a pohár is. Elmondjuk a varázsigét, abrakadabra, Ferenc vagyok, és a kristálycukor nem a jobb kézben, nem is a balban, földobjuk, és teljesen eltűnt. De hogy hol van a kristálycukor? Mindjárt mondom, levegőből összeszedjük egyesével a darabokat, megfogjuk a kávés poharat, és a kávés pohárba szép lassan visszaszórjuk az összes, mind a 400 kristálycukrot. Azaz. Ilyenkor szoktak normális esetben tapsolni, helyehújázni. A következő trükknél nem 400 dolgot fogunk eltüntetni, csak egyetlen egy valamit, és ezt hogy kivel? A segítőmmel, Annával. Sziasztok! Szia, Anna! Megkérhetlek valamire? Az attól függ, igen. Mire? Művészkednél a gyűrűmmel? Persze, csak gyere közelebb ide az asztalhoz hozzám. Annyit, amilyen szép gyűrűd van, Annácskám, csak nem egy kulcskarikát teszel fel az új. Ezek a gyerekek mindent a kezükre aggatnak, a hajukba aggatnak. Anna, azt kérem tőled, hogy fogd meg azt a karikát, és csak dobd fel ide hozzám ezt a karikát. Hoppá, és már is elkaptam a mutató ujjammal. Vedd le, légy szíves, a gyűrűt a mutató ujjamra, és húzd vissza a saját ujjadra. No, és hogy működik ez a trükk, Annus? Nem tudom. Nagyon ügyesnek kell lenni. Mint egy zsonglőr, olyan ügyesnek. Nem, csaltam. Igazából, kedves gyerekek, mi összebeszéltünk Annával. Van 2 kulcskarikánk. Én fölhúztam előre az ujjamra egy kulcskarikát, ide a mutató ujjam végére. És amikor Anna földobta ezt a karikát, így, földobja ezt a karikát, akkor most figyeljetek, elkapom a tenyeremben a karikát, és a mutató ujjam kitartom. Tehát még egyszer, földobja Annus. Ezt behajtom, ezt a kezem ökölbe hajtom, Annus földobja ezt a karikát, és úgy csinálunk, mintha a mutatójammal elkapnám, és vissza is adjuk neki. Annus, felkészültél? Igen. Megpróbálod te is megcsinálni? Húzd föl hát a mutatójadra a karikát, és most te dob föl magamnak. Először úgy gyakoroljuk, hogy mindig magunknak dobjuk föl, aztán megkérünk mást is. Tudod, azért kulcskarikával gyakorlunk, mert az aranykarika nagyon drága, és nagyon sokszor fog elgurulni ez a gyűrű, és az nagyon sokba kerülne. Ehelyett kulcskarikával gyakoroljatok, és hogyha legközelebb az utcán találkozunk, akkor... Köszönünk egymásnak! Sziasztok! Sziasztok!